Sziasztok! Hupuci Péter vagyok, és ez itt az év utolsó vlogja. Következhet az intro. Így van, ez az utolsó vlog ebben az évben, és hogyha van egy kis szabadidőd, egy pár percnyi szabadidőd, akkor tarts velem, hiszen néhány gondolatot szeretnék veled megosztani. Három dologról szeretnék beszélni a mai vlogban. A múltról, a jelenről és egy picit a jövőről. Pontosan emlékszem, 2016. december 18-a volt, és ezen a szent helyen egy squash alkalmával itt kezdtem el próbálgatni sok-sok-sok-sok Casey Neistat vlog nézése után a telefonommal, hogy milyen is az, hogyha elkezdenék vlogolni. De az volt igazából ebben a tervem, hogy megnézem, hogy egyáltalán hogy mutatok a videókon. És aztán gyorsan el is hessegettem ezt a gondolatot, egyből kamerát ragadtam és másnap elkezdtem élesbe nyomni, megvágtam a videót és feltöltöttem. Rám meg rám kapcsolták a villanyt. Hogy pontosan meddig tartott ez a lendület? Hát született néhány vlog epizód, kicsit változott is, kicsit fejlődött is, remélem, hogy ti is így látjátok. Lényegében ez a 2017-es év, ez a tanulásról, a próbálkozásokról, a YouTube-ba való, illetve a vlogolással való ismerkedésről szólt. Hogy mit hoz a 2018-as év? Hát annyi bizonyos, hogy eléggé sűrű lesz az év. Remélem, hogy tudok több időt szakítani a vlogolásra is, annak ellenére, hogy bővül a kis családunk. Mint tudjátok, Sofinak kis testvére lesz áprilistól. És hát a házunkat is föl fogják nem sokára forgatni, ugyanis az új kis testvérnek, az új kisbabának lesz egy új szobája. Illetve pontosabban Sofinak lesz egy új szobája, és a kisbaba fogja átvenni most ezt a szobát, ahol most vagyunk. Ugyanis ez a Sofinak a szobája, amit most itt kölcsön vettem neki tőle videózásra. Ja, úgyhogy eléggé sűrű, izgalmas lesz a 2018-as év, illetve most így az év vége. Viszont egy dolgot ne felejtsetek el, hogy ez az egész dolog, ez az egész csatorna, meg ez az egész mindenség, amit eddig tanultam, amit eddig csináltam, az többnyire nektek, nézőknek köszönhető minden. És ezért szeretnék nektek köszönetet mondani, köszönöm szépen, hogy itt vagytok, feliratkoztatok, támogattok, kommenteltek, nézitek a videóimat. Ez nekem nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokat jelent, és arra szeretnélek kérni benneteket, hogy továbbra is nyugodtan kommenteljétek, mondjátok meg, hogy mi az, ami tetszik esetleg, mi az, ami nem tetszik, milyen tartalmat szeretnétek itt a csatornán többet látni. Nem is rabolom tovább az időteket, készülődjünk a szilveszteri mulatságra. Ha már a következő évben látod ezt a videót, akkor remélem, hogy jól teltek az ünnepek, jó volt a szilveszter. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is. Köszönöm szépen az egész éves mindenséget, tényleg nagyon-nagyon-nagyon sokat jelent nekem. Nagyon szépen köszönöm. Hát ennyi lett volna az év utolsó vlogja. Találkozzunk 2018-ban is. Mindenkinek boldog új évet kívánok, sikerekben, egészségben és mindenben gazdag, boldog új évet. Találkozunk 2018-ban. Ha most látod először a videót, akkor ne felejtsetek el feliratkozni, ha szeretnétek másokkal is megosztani, nyugodtan megoszthatjátok a videókat. Ennyi fért a mai vlogba. Sziasztok! Találkozunk 2018-ban.